újabb állomásához érkezett az elmúlt évek legnagyobb újpesti sportberuházása. Az új jégcsarnok kapja meg a kiszolgáló létesítményeket a Szilágyi Tábor utcai sporttelepen. Az az érzésünk, mintha itt az UTE bázison egy percet nem állna meg a munka, és lehet, hogy nem is tévedünk. Először is itt a klubnak a fejépülete esett át egy felújításon, aztán jött a tornacsarnok, megújult az atlétika pálya, az atlétikai futófolyosó. Épült három csarnok, egy edzőbemelegítő csarnok, egy röplabda csarnok, ahol az NB1-es mérkőzéseit játssza a csapatunk, illetve itt mögöttünk áll az új jégcsarnok is, ami elsősorban majd az utánpótlás fogja használni ezt a létesítményt, és ugye most ehhez épül egyébként az öltöző. És akkor egyébként ezen túlmenően épült még 8 darab labdarúgópálya, és ehhez a megfelelő öltöző létesítmények is elkészültek. Felsorolni sem kevés, de ne gondoljuk, hogy a klub akkor most szusszanna egyet. Jócskán vannak még ugyanis tervek a tarsolyban. Ha kapunk majd újabb forrásokat, illetve ha ez a három oldalú együttműködés az állam, az önkormányzat és a klub között folytatódni tud, akkor még tervezzük, hogy egy futódombot fogunk létrehozni itt az atlétáknak, illetve ilyen kert és tereprendezésre is esetleg majd lesz lehetőségünk. És ami még fontos, hogy ugye most már ez egy elég nagy létesítmény, úgyhogy szükségünk lenne majd egy külön műszaki épületre, egy műszaki kiszolgáló épületre is. Remélhetjük tehát, hogy az UTE sportolói hamarosan még jobb körülmények közt edzhetnek és készülhetnek a versenyekre, amelyek közül most elsőként a tokiói olimpián szoríthatunk majd értük.